Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Az államalapítás ünnepén nagyszabású ünnepségre került sor a Vörös Márti Művelődési Házban. Az ünnepség szónoka Filóné Ferenc Ibolya többek között megemlékezett Gizella királyné István feleségének elhivatottságáról, és beszélt arról a fejlődési folyamatról, melyet a város az elmúlt ciklusban megélt. Az ünnepség keretein belül adták át a Merész Konrád díjat, melyet ebben az esztendőben a zeneiskola tanára vehetett át. Megnincs ma jól népeden, sok sárt a vente járását, sok vak nyertelme látását. Némán kezdett szólani, Az új kenyérés az államalapítás ünnepének műsorát moldvai népdalcsokkal nyitotta. Az augusztus 20-ai megemlékezés szónoka Filóné Ferenc Ibolya polgármester volt, aki beszéde elején István király feleségéről, Gizelláról is megemlékezett, aki hittel és alázattal szolgált férje mellett, segítve ezzel az ország alapítás ügyét. A korabeli krónikák magasztalják vallásosságát, szerénységét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. A vele együtt érkezett hittérítő papok munkáját támogatva gyorsította a keresztény hit terjedését, és sokat dolgozott azért is, hogy az újonnan alapított egyházak működését adományokkal segítse. Nevéhez fűződik az első veszprémi székesegyház és apáca zárda építetése. Közreműködött az esztergomi és a solyomvásárhelyi kolostorok alapításában. Házassága szerepet játszott István megkoronázásában, rokoni kapcsolata idején pedig hozzájárult ahhoz, hogy a magyar királyság megszilárdult Európában. Az intelligens és művelt királyné tehát minden tekintetben komoly támasz jelentett férje, államalapító Szent István királyunk számára. Beszéde további részében Bonyhád polgármestere az elmúlt 5 esztendő fejlődését foglalta össze. Két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd, a jó szó és a szeretet. 2014 őszén a képviselőtestület alakuló ülésén idéztem Bőte Csaba atyát. Akkor és azóta is ennek a gondolatiságnak a szellemében dolgozom. És mindannyian ismerjük a legendás francia szállóigét is, Serge la femme, azaz keresd a nőt. Az események mozgatórugója a mondás szerint mindig a gyengébbik nem képviselője. Bizonyára másképp gondolkodnak erről a férfiak, és másképp látjuk mi nők. De abban talán mindannyian egyetértünk, hogy a különbségek ellenére, vagy talán éppen azért, egymást kiegészítve, együtt lehet előrébb jutni egy közös úton. Így van ez a családban, és így működik a város életében is. Egy együtt gondolkodó, az otthonunkért tenni akaró csapattal, az önök megtisztelő támogatásával és bizalmával. A tervek egy része mára valóságá vált. Sőt, minden képzeletünket felülmúlta az a gazdasági és fejlesztési eredmény, amit megvalósítottunk. 5 év alatt 40%-kal nőtt az önkormányzat vagyona. A 9 milliárdot is meghaladta a nyertes pályázatok és a célzott egyedi kormányzati támogatások összértéke. A számok mögött rengeteg munka van, amit ezúton is köszönök valamennyi kollégámnak, képviselőtársamnak, segítőinek, akik a vezetésemmel továbbra is Bonyhádért, önökért szeretnének dolgozni. Az ünnepi beszédet követően az egyházak képviselői mondták áldást az új kenyére, melyet a polgármesterasszony szegett meg. Az ünnepség kulturális programját a Fuszújka Néptánc Együttes műsora jelentette, akik bukovinai táncokból állítottak össze egy csokrot. Thank you.
A hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat is díjazza a város. A Merész Konrád díjat ebben az esztendőben Selejú Alexandra, a zeneiskola az zongoratanárnője vehette át. Igazából váratlan ért ez a megtiszteltetés, hogy díjaztak, de mert ugye nekünk a munka mindenünk. Ahogy ide 25 évvel ezelőtt ide jöttünk Ungváról tanítani a férjemmel, rögtön megéreztünk, hogy ez egy különleges város. Sok tehetséges gyereket volt szerencsénk tanítani, és tanítunk most is, mai napig. Hála Istennek mindig van utánpótlás, és a város rögtön mellénk állt és segített abba, hogy a kibontakozzanak a tehetségek abból a szempontból, hogy már két év múlva tudtunk venni országos versenyre, és ez, erről kell annyit tudni, hogy a bármilyen országos verseny elődöntően kezdődik, és nagy megtiszteltetés, ha beválogatnak az országos versenyre. És onnantól elkezdődött a sorozat, mindig voltak gyerekek, akivel tudtunk elindulni a versenyeken, tudtunk nagyon szép eredményeket hozni. A város segített abba, hogy elinduljunk a nemzetközi versenyeken, mert ez is egy különleges dolog, mert sok hát anyagiakkal jár. Nagyon sok szorgalmas gyerek van ebbe a városba. Szerintem ez tradíció itt, hogy valamit elérni. És nagyon sokan így jönnek a zeneiskolába, hát csak hogy elkezdi egy hangszert tanulni, és akkor hamar kiderül, hogy hát van hozzá tehetsége, van hozzá ambíció, van szülő háttér, mert a szülők nélkül nem létezik semmilyen siker, tanár, gyerek és a szülő. Így hármasba ez az eredmény, ez a siker, és gondolom, hát merem remélni. Az ünnepség keretében adta át a város a Virágos Bonyhádért díjat. A zsűri által legszebbnek ítélt magán- és társasházak tulajdonosainak. Számos ingyenes, gyerekekre szabott programokkal várták a családokat a bonyhádi termálfürdőbe. Ahogy tavaly, úgy idén is hatalmas sikert aratott a rendezvény, ráadásul a fürdő látogatóinak száma már most meghaladja a tavalyit. A gyerekek inkább csúszdán érkeztek a hűsítő vízbe, a felnőttek pedig az árnyékoló alatt húzták meg magukat és ejtőztek a meleg vízben. A Sodró folyosóban is sokan úsztak, miközben a parton zajlottak a programok. Nagyon örülünk, nem tudtuk, hogy lesz családi nap, de nagyon örülünk, látjuk, hogy készülődés van. Miért jövő egy akaróhásnál, tervezek segélynek. Kígyózó sor állt a lufi hajtogató előtt a bonyháni strandon. Volt, aki képes volt akár egy teljes órát is a tűző napon 35 fokban türelmesen várakozni, csak hogy kedvenc mesefiguráját, vagy éppen egy kardot megkaphasson légkömb formájában. Egy kardot. Miért pont az? Azért, mert az fiús. Még nagyon élvezem a trambulint, meg a légvárat. Légvárat is? És az és a medencéket. A családi napnak ez volt az egyik fő attrakciója, ami hatalmas sikert aratott a gyermekek körében. Anita, a lufi hajtogató azt mondja, van, amikor a gyermekek konkrét elképzelésekkel érkeznek hozzá, és ő igyekszik megvalósítani a legelképesztőbb ötleteket is. Optimus fővezér. Csak komolyan. Ja, ugyan konkrét elképzelés. Unikornisten. Két gyermekével érkezett a családi napra Knap Imola. Azt mondja, minden nyári szórakozási lehetőséget igyekeznek kihasználni. Nagyon szeretjük, minden évben itt vagyunk, mivel párom hangosítja a rendezvényeket, és így legalább a kicsiket is egy kicsit be tudjuk vonni. Mi úgy eldett Susanmen az egészet a fürdés nagyon, mivel nagyon meleg van, és ez a lufi hajtogatás is egy nagyon-nagyon jó dolog. A családi napon nem csak lufikat kaptak ingyen a gyerekek, hanem térítésmentesen lehetett játszani, ugrálni a trambulinban és a légvárban is. Ezt használta ki a 10 éves Hollandiából bonyhádi rokonaihoz érkező Elena is, aki bár törte az angolt, azt azért elárulta, mennyire élvezi a bonyhádi fürdő programjait. I can in the pool flip. Nagyon színes és változatos a bonyhádi termálfürdő kínálata, de ez nem csak a mostani hétvégére igaz, hanem a nyár egészére. Nagyon sok programon túl vagyunk már, és a mostani hétvégét azért mondom így, hiszen szombaton, tehát augusztus 17-én egy fényszínház előadással vártunk ide mindenkit, ugye, amit a korábbi
rossz időjárás miatt kellett pótolni, de örömmel tettük, és egyébként ezt nem csak mi, hanem a fürdőző vendégek pozitív visszajelzése is igazolta, hogy érdemes volt bepótolni, hiszen sokan voltak tegnap este itt a medencében, és a Csömör Hermináiknak köszönhetően, a Fényszínház produkciónak köszönhetően idén is egy kiváló előadást láthattak a vendégek. Elsősorban most gyermek előadást kértünk tőlük, és ez így is történt. Ma pedig egy családi délutánnak lehetnek részesei, akik hozzánk látogatnak, amely már délután 3 órától vette kezdetét. A Bonyhádi fürdőben nem csak ezen a napon érkeztek sokan megmártózni a vízbe és igénybe venni az extra szolgáltatásokat, hanem más napokon is szép számmal látogattak ki a strand szerelmesei. Olyannyira, hogy idén minden rekordot megdönt a látogatók száma. Ha bonyhád és rúdugrás, akkor nyomban be kell, hogy ugorjon a 2 böndör fivér. Dani után már a fiatalabb testvére, a 17 éves Marci is az ország szűkebb legjobbjaié közé küzdötte fel magát, és már alig várja azt, hogy EB-n vagy VB-n bemutatkozhasson, mert közel jár ahhoz, hogy bátyjához hasonlóan ő is átlépje a bűvös 5 méteres határt. Sok ilyen és ehhez hasonlatos ugrást mutatott be az idén a bonyhádi rúdugrás üstökösként berobbant újabb tehetsége, a még csak 17 éves Böndör Márton. Jól sejti a helyi atlétikában is járatos néző, a már a nagy közönség előtt bemutatkozó, az idén U23-as Európa-bajnokságon szereplő Böndör Dániel testvéröcséről van szó. Vagyis egy rúdugró testvérpár bontogatja igen markánsan a szárnyait. Az idén, mert hogy Dani sérülés miatt nem tudott úgy toppon lenni, mint az elmúlt években tette, Marci került jobban reflektorfénybe, aki már most ostromolja a bűvös 5 méteres magasságot. Korosztályában egyébként a 2 hazai legjobb egyike, s a szakemberek szerint nagy jövő áll előtte. Az igazság az, hogy én 7. még futó voltam Csábrák János tanárulnál, és utána a 8. jöttem át ide rúdugrani. Legfőképp az izgalmasságát éreztem meg, mert 8. amikor kipróbáltam, akkor tudtam, hogy én ezt akarom tovább csinálni, mert nagyon, nagyon megtetszett a mozgás. Na és a bátyus Dani akkor kerül éppen be az országosan kialakított tehetségek táborába, ami még nagyobb ösztönzést jelentett Marci számára. Mindjárt az első bonyhádi táborban még 14 évesen bele is kóstol a rúdugrásba. Hát persze, hogy azonnal marasztalják. A fürgeléptő kis csávó gyorsan haladt a technika elsajátításában, kellő bátorsággal is rendelkezett. Így hamar eljutott a bizony nagyon remek eredménynek számító 462 centig. Belülről bosszantotta, hogy itt egy kis időre lecülekelt, ám az idei év meghozta az áttörést. 4.90 az kicsit nehézkes volt, mert egy évig 4.62 volt az egyénim, és ez már ilyen, úgy mondhatjuk, hogy elvárt eredmény volt, hogy megugorjam ezt. Ezzel bizony az éppen aktuális európai ranglistán a 7. helyen áll a kis Böndör, aki örök elégedetlenként még az idén meg akarja dönteni egyéni csúcsát. Szakmailag mi láttuk, hogy a Marciban sok van, idei évben megmutatkozott a sebessége, és ez 100 méteres síkfutásban is tudta bizonyítani, tehát hogy miért eredménye van, ami azért nagyon biztató. Hát, hogy mondjam, most rajtunk is a felelősség, hogy ebből az adottságból azért minél hamarabb, hát ne csak az 5 méter legyen a vágyálom, hanem minél hamarabb eljutni az 5-45-50-ig, mert én azt gondolom, hogy most ez a nagy kihívás a fiú rúdugrók előtt. A következő évben már el fogja érni a bonyhádi rúdugró azt az életkort, hogy világversenyen feltehetően a mezőny egyik legfiatalabb tagjaként bemutatkozhasson. Nagyon remélem, be fogok mutatkozni EB-n vagy VB-n, és nem hiányzik már annyira sok, ez az edzőtábor is nagyon, nagyon sokat hozzátesz a technikámhoz, és hát nagyon remélem, hogy minél előbb meg fogunk ugrani az 5 métert. Az, hogy a rúdugrásban párjátékítóan szép légmunkája is a lehető legjobb legyen, mint ahogy testvérének is, a Magyarországon tartózkodó, a Magyar Tehetséggondozás tanácsadóként felügyelő híres orosz mesteredző Boris Volkov is segíti a munkáját. Hamarosan az is előfordulhat, hogy a böndörfiúk egymás ellen versenyeznek éppen egy adott viadalon a minél jobb helyezés megszerzéséért. Remélem, igen, egyszer majd ez is el fog jönni. A bátyus Dani, jelentjük, még vezet testvérével, ebben a külön,
A Bátyus Dani jelentjük még vezet testvérével szemben ebben a különversengésben, ő már 510 centinél tart. Minden évben visszatérő elem a bonyhádi élményfürdőben a fényszínház. Ebben az esztendőben a családokra fókuszálva két mesejátékot dolgoztak föl a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. A nyári programsorozat egésze jelentős látogatottsággal futott, és éppen úgy, mint ez a színes este, nagy sikert hozott a bonyhádiak körében. Műsorunk végén tekintsenek bele a fények csodálatos világába. Nap alattam, nap fölöttem, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!